Oltóanyag. Ha tavaly még sorba kellett állni a koronavírus elleni vakcináért, ma a túl nagy készlet okoz gondot. Románia is fontolgatja, hogy felmondja a szerződést a további szállítmányokra. Turista csalogató. Románia lejáratta magát a New York-i nemzetközi turisztikai vásáron, ezért többen már nem vesz részt az idén. Csak a szokásos, mondják a vendéglátók, akik eddig sem tapasztaltak sok segítséget a minisztérium részéről. Influenza járvány. A maszkviselési kötelezettség eltörlése és a jelenléti oktatás visszaállítása után ismét megjelent az influenza Romániában. Több mint 2000 beteget igazoltak a múlt héten, de a legtöbben otthon kezelik magukat. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Folytatódnak a harcok Ukrajnában, az oroszok azt állítják, elfoglalták Mariupolt. Gyakorlatilag az történt, hogy Vlagyimir Putyin, orosz elnök elrendelte az Azovsztál acélmű ostromának leállítását, és parancsot adott a bekerített ukrán erők blokkádjára. Az ortodox húsvétra szóló tűzszüneti felhívást Oroszország elutasította. Az éjszaka erős bombázások voltak Mikolájivben, Harkovban és a Donbászban. Az amerikai hadtudományi intézet szerint azonban az orosz csapatoknak nincsenek jelentősebb sikereik. Eddig két várost foglaltak el részben, Rubizsnyét és Popasznát, más források szerint Kreminát is. Luhanszk megye 80%-át az orosz fegyveresek tartják ellenőrzésük alatt. Az oroszok által elfoglalt területeken második világháborús szovjet győzelmi zászlókat kezdtek kitűzni. Ma erős bombázások voltak a második legnagyobb ukrán városban, Harkovban, ahonnan a lakosok 30%-át kimenekítették. Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte a mariupoli Azovsztál acélmű ostromának leállítását, és parancsot adott az üzemben bekerített ukrán erők teljes blokkádjára, amelyen egy légy se juthasson át. Az ukrán hatóságok közölték, az Azovsztálban mintegy 1500 sebesült ukrán civil és katona van. A BBC szerint a Kreml mai bejelentése arra utal, Moszkva taktikát váltott és éheztetéssel próbálja elérni, hogy a katonák adják meg magukat. Közben az ostromlott várost sikeresen elhagyta 4 civilekkel teli busz. Moszkva elutasította az ortodox húsvét idejére szóló tűzszüneti javaslatot. Borodjankán további 2 tömegsírt találtak. A Kijevhez közeli városba is ellátogató Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóján szerdán hangsúlyozta, az Európai Unió mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Ukrajna megnyerje a háborút. Oroszországnak nem fog sikerülni megosztania Európát, jelentette ki. Két szélsőségesen nacionalista egyesület, a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, illetve a Dantanasza nevével fémjelzett méltóságért Európában polgári egyesület beadvány alapján a Brassó megyei ítélőtábla érvénytelenítette azt a kormányhatározatot, amelyel hivatalosították Sepsiszentgyörgy zászlaját. A panaszosok szerint hiányoznak a román szimbólumok. Az ítélet nem jogerős. Antal Erpel polgármester a döntést szürreálisnak és abszurdnak nevezte. Harcolni kell azért, hogy az idei népszámlálás után is meglegyen a 20%-os kisebbségi arány azokon a településeken, ahol ez esetleg veszélybe kerülhet, fejtette ki 24 plusz című közéleti műsorunkban Szabó Ödön parlamenti képviselő. Nem csak az oktatási hálózat kapcsán, hanem a közigazgatás terén is nagy súlya van ennek a küszöbnek. A közigazgatási törvénykönyv legutolsó változata alapján nem érezhetik biztonságban a jogaikat azoknak a településeknek a kisebbségi lakói, ahol a 2011-es népszámláláson még 20%-nál nagyobb volt a részarányuk, ha ez most 20% alá csökken. Fejtette ki 24 plusz című műsorunkban Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője. Ez az arány döntő szempont lesz például az oktatás átszervezésénél is, hisz nem mindegy, hogy egy-egy településen lesz-e elég magyar nyelvű diák, aki anyanyelvén tanulhat majd. Ezért arra buzdítja a vegyes házasságban élőket, hogy gyereküket kisebbségiként regisztrálják. A többség nem lesz gyengébb attól, hogy a gyereket a vegyes házasságban a kisebbségi közösséghez sorolják, viszont azt meg tudják erősíteni, hogy az oktatási hálózatnál, amikor a számokkal, csak a számokkal gondolkoznak egyesek, akkor ne
visszafele lépjünk ezekben a kérdésekben, ne megszüntessenek oktatási intézményeinknek osztályait, csoportjait, hanem szinten tudjuk tartani. És én azt gondolom, ez is egyfajta felelősség, és itt van a házastársoknak is egyfajta felelősség, hogy meggyőzzék társaikat, hogy a gyerekeiket a mi közösségünkhez érjek. A két nyelvű feliratozás is függ attól, hogy idén hányan vesznek részt a népszámláláson. Hiába volt meg például a törvényes keret arra, hogy Kolozsváron kétnyelvű várostáblákat állítsanak, amiatt, hogy 2011-ben a kolozsvári magyarság nem érte el a 20%-os küszöböt az adatgyűjtés során. Hosszú évek pereskedése és politikai egyeztetések után sikerült csak ezt megvalósítani, emlékeztetett Olá Emese, a város alpolgármestere. Nagyvárosok szempontjában azt is meg szeretném említeni, hogy a különböző támogatások is megmaradnak attól, hogy a magyar közösség számaránya hogyan alakul. Kolozsvár esetében a kulturális terveink, illetve pályázatok elbírálásakor, vagy pedig az egyház finanszírozáskor minden esetben figyelembe veszik azt, hogy mennyi az illető közösségnek az aránya. Már csak ezekért is fontos lenne, hogy minden magyar jegyeztesse be nemzetiségi hovatartozását, de ha másért nem, legalább az online kitöltésért járó szabadnapért jó lenne, ha részt vennének az idei népszámláláson, vélték a meghívottak. Támogatást nyújt az állam azoknak a vállalkozóknak, akik legkevesebb 1 millió euró értékű beruházást eszközölnek. Erről a mai kormányülésen döntött a Csuka kabinet. Jóvá hagyta a kormány a legalább 1 millió euró értékű beruházások állami támogatásáról szóló jogszabályt. Az intézkedés része a támogatás Romániának elnevezésű szociális és gazdaság ösztönző csomagnak, amelyre összesen 200 millió eurót különít el a kabinet. Növelni akarjuk a hozzáadott értéket a romániai gazdaságban, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a feldolgozóiparra, az építőiparra, az informatika és a kommunikáció területére, a vendéglátóiparra és nem utolsó sorban az egészségügyi beruházásokra, valamint a szociális ellátórendszerre összpontosítsunk. A miniszterelnök ugyanakkor közölte, hogy a kormányülésen jóvá hagytak egy másik nagy léptékű támogatást is. A kabinet 450 millió lejt utal ki azoknak az állattartó gazdáknak a támogatására, akiknek a tevékenységét a leginkább érintették a koronavírus járvány hatásai. A kormányfő szerint ebből a pénzügyi támogatásból mintegy 95 ezer gazda részesül majd. Sok a megmaradt koronavírus elleni oltóanyag, így a hatóságok fontolgatják a vakcina beszerzésre kötött szerződések felbontását. Ezek alapján majdnem 40 millió adag vakcinát kapna még Románia. Az Egészségügyi Minisztérium az idei és jövő évre szóló COVID elleni vakcina beszerzésekre megkötött szerződések felmondásának anyagi vonatkozásait latolgatja, nyilatkozta szerdán Nikolaj Csuka. Nagyváradi látogatása során arról kérdezték a kormányfőt, miután Lengyelország ilyen irányú döntést hozott, a román hatóságok fontolóra veszik-e a vakcina beszerzésekre kötött szerződések felmondását, lévén, hogy ezek alapján idén és jövőre még közel 40 millió adagoltás érkezne az országba. A miniszterelnök elmondta, a szaktárca mérlegeli egy ilyen lépés esetleges anyagi vonzatait. Az Egészségügyi Minisztérium jelenleg elemzi a helyzetet, hogy kiderüljön, milyen anyagi vonatkozásai lennének a döntésnek. Az oltási adatok és a szerződésben szereplő oltásadagok mennyiségének fényében okvetlenül döntést kell hoznunk, hogy ne pazaroljuk el a pénzt. Mint arról beszámoltunk a héten, Alexandru Rafila egészségügyi miniszter elmondta, gondot okoz Romániában a rengeteg megmaradt oltóanyag. Az év első két hónapjában 6,5 millió adag koronavírus elleni vakcina érkezett az országba, és a tavaly megkötött szerződések alapján még sok millió oltóanyagnak kell érkeznie. Tárolásukat azonban már nem tudják megoldani. Megjegyezte, a román államnak hatalmas összegeket kell kifizetnie a vakcinákra, amelyek iránt csökken az érdeklődés, és ezzel együtt annak esélye is, hogy az oltóanyag adagokat más országoknak próbálják eladni, vagy akár adományozni. Csökkentik a tőzsdei befektetők adóját és mentesítik őket az adminisztrációs, illetve bürokratikus terhek alól. A vonatkozó jogszabálytervezetet döntő fórumként fogadta el a képviselőház.
A parlament alsóháza által elfogadott törvénytervezet megkönnyíti az egyéni tőzsdei befektetők adózását. Egyrészt jelentősen csökkenti az adó mértékét, másrészt pedig mentesíti a befektetőket az adminisztratív terhek alól. A jogszabály lehetővé teszi az egyéni befektetők számára, hogy 2023. január 1-től az egy évnél hosszabb ideig birtokukban lévő értékpapírok értékesítésekor csak 1% adót fizessenek. Amennyiben kevesebb, mint egy év után adják el az értékpapírt, akkor 3% az adószintje. Eddig egységesen mindenkinek 10%-ot kellett adóznia a tőzsdei jövedelem után. A romániaiak számára azt jelenti, hogy megtakarításaikat könnyebben fektethetik be a tőzsdén. A tőzsdén jegyzett vállalatok pedig egyszerűbben juthatnak tőkéhez az állampolgároktól. Nincsenek arra kényszerítve, hogy a bankokhoz folyamodjanak, és így tőkésítsék vállalkozásaikat elég magas kamat mellett. Az egyéni befektetők 1-3%-os jövedelem adóját a broker cégek a forrásnál tartják vissza, és fizetik be ezentúl az államnak. Az egyéni befektető így mentesül az adóbevallási nyilatkozat kitöltésétől és az adóbefizetésétől. A jogszabálytervezet egyik kezdeményezője Sebastian Burduzsa szerint rendkívül fontos, hogy a lakosságot arra ösztönözze az állam, hogy fektessen pénzt a tőzsdébe. Példaként említette, hogy az a személy, aki 1999. január 1-től mindössze havi 100 lejt fektetett volna be, jelenleg 500-600 ezer lejes portfólióval rendelkezne. Amennyiben a bankban helyezte volna el ugyanezt az összeget, 5-ször kevesebb megtakarítása lenne, hogy az inflációról ne is szóljunk. Felháborodást és rengeteg kritikát váltott ki, ahogy Románia megjelent a New York-i turisztikai vásáron. Ennek következményei miatt a szakminisztérium felfüggesztette az ország hasonló nemzetközi eseményeken való részvételét. A turistákat váró belföldi szereplők szerint eddig sem segített sokat a minisztérium. A turizmusra alapozó országok többsége hatalmas összegeket költ arra, hogy minél vonzóbbá tegye saját látnivalóit a külföldi turisták körében. Ahogy azonban Románia standja kinézett a világ egyik legjelentősebb turisztikai vásárán, a New York-i Travel and Adventure-on, heves kritikát váltott ki a közvéleményben, miután a sajtóban megjelent, hogy a stand egy fekete drapériából állt, melyre néhány színes fotót aggattak. Nincs ebben semmi meglepő, véli a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója, aki a híradónknak elmondta, Romániának korábban sem volt kiemelkedő teljesítménye az imágyépítés terén. Ez egy sodródó történet az én meglátásomban, ahol inkább a cégek, meg egy-egy önkormányzat, egy-egy destináció, mikrodestináció vitte a nehezét a népszerűsítő tevékenységeknek. Tehát én most kapásból nem tudnék felsorolni olyan kiemelkedő videókat, vagy egy üzenetet akár külföld fele, akár melyik országra, hogyha gondolok, ami Románia részéről volt, és tudatos kampány volt. Hozzátette, az ehhez hasonló kiállításokon kiemelkedő megjelenéssel, innovatív ötletekkel kell részt venni. A standra nagy hangsúlyt kell fektetni, valamint szükséges egy felkészült csapat, hogy megfelelően informálhassa az érdeklődőket, valamint az érdekelt vállalkozókat. A helyi vendéglátók szerint ennek hiányában a turisták idecsalogatása továbbra is rájuk hárul. Konstantin Daniel Cadario vállalkozás ügyi és turisztikai miniszter bejelentette, a New York-i vásáron való botrányos részvételért felelős minisztériumi munkatársak ellen fegyelmi vizsgálat indul, illetve határozatlan ideig felfüggesztették az ország hasonló nemzetközi eseményeken való részvételét. Romániát idén további 6 nemzetközi vásáron kellett volna turisztikai célpontként népszerűsíteni, amelyek közt a londoni World Travel Market, a világ legnagyobb idegenforgalmi vására is szerepelt. Egyre több az influenzás megbetegedés Romániában. Egy hét alatt több mint 2000 igazolt beteget jelentettek az egészségügyi hatóságok. Az általunk megkérdezett házi orvos szerint ez jobban megviseli a beteget, mint egy egyszerű nátha. A kezelést nem érdemes halogatni. Az utóbbi időszakban egyre gyakrabban keresik fel a háziorvosi rendelőket megfázásos tünetekkel, és közvetlen környezetünkben is egyre több beteg személlyel találkozunk. Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint április második hetében 2149 influenzás megbetegedést jelentettek, míg az elmúlt év ugyanezen időszakában 153 eset volt országos szinten, vagyis 14-szer több a beteg most, mint tavaly. Egy marosvásárhelyi házi orvos szerint is már egy hónapja gyakori ez a betegség a praxisában, holott tavaly egyetlen esetet sem diagnosztizáltak. Ez dr. Szabó Zoltán szerint a maszkviseléssel is magyarázható. Az igaz, hogy volt maszkviselés, és vagy 3 hétig nem volt sem iskola, sem óvoda.
Na most ezek olyan állapotok, ami tarthatatlan, tehát maszkkal nem lehet ettől arrafele maszkkal járni, és iskolát sem lehet ilyenkor tavasszal megszakítani. Most olyan az állapot, mint ezelőtt 3 évvel, 4 évvel, valóban nagyon sok az influenzás beteg. Néha nehéz eldönteni, hogy melyik beteg covidos, melyik nem, de a covid nagyjából lejárt. Az influenza is ugyanúgy nyilvánul meg, mint más megfázásos betegség, ám sokkal jobban megviseli az általános állapotot. Nagyon intenzíven kezdődik, gyengeség, levertség, ízületi és izomfájdalom jelentkezik, valamint tartósan magas láz is végig kíséri a tüneteket, magyarázta Szabó Zoltán. Hozzátette, hogyha egyéb betegség nem társul hozzá, akkor otthon is kezelhető, ellenkező esetben azonban érdemes felkeresni a házi orvost, aki felírja majd a szükséges antivirális kezelést. A megyei utak állapotát óvna egy internetes oldal segítségével Hargita megye tanácsa. Az oldalon a túlsúlyos gépjárművek vezetői válthatnak ki úthasználati engedélyt, a lakosok pedig jelenthetik, amennyiben szabálysértést észlelnek. A túlsúlyos autók azok, amelyek okozhatnak problémát nagyon sok esetben. Főleg a rönköt, a homokot követ szállító gépkocsik jelentenek veszélyt a megyei utak állapotára, mondta Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke sajtótájékoztatóján. Ezek a járművek csak speciális engedéllyel közlekedhetnek a megyei utakon, amely most kiváltható online is Hargita megye tanácsának oldalán. A hargitamegye.ru oldalon megtalálható az engedéllyel rendelkező gépkocsik rendszáma is, és itt jelenthető az is, ha egy engedély nélküli, vagy a megengedetnél súlyosabb gépjármű észlelhető a súlykorlátozással rendelkező utakon. Az oldalon megtalálható telefonszám, illetve e-mail cím, amelyen be lehet jelenteni, hogyha túlsúlyos autót látnak a megyei utak mentén, azokon a megyei utak mentén, ahol súlykorlátozás van érvényben. A speciális szállítási engedélyt szintén személyesen vagy e-mailen keresztül lehet igényelni. Az avizare.drumor@zsudeczuharkita.hu e-mail címre beküldve a típusnyomtatványt és a hozzátartozó csatolmányokat a gépjárműnek az adataival. Hargita megye tanácsának elnöke reméli, hogy a lakossággal és a közúti rendőrséggel együttműködve megoldást találnak arra, hogy a megyei utakat ne kelljen évente javítani a szabálytalanul közlekedő túlsúlyos gépjárművek miatt. Nagyon sok ember segíti a megyei tanácsnak a tevékenységét, munkáját, többek között a megyei utakra vonatkozóan, legyen szó téli-nyári karbantartásról, meghibásodásokról, jelzésekről, akár megoldásokról, vagy akár új utak építésénél a műszaki megoldásokról. És akkor most arra az álláspontra jutottunk, hogy kérjük a túlsúlyos és sok esetben gyorsasággal hajtó nagy járművek esetében is a közreműködést. A szabálytalanságok megakadályozására létrehozott oldalon térkép is található azzal a tucatnyi megyei úttal és hiddal, amelyekre érvényes a súlykorlátozás. A jövőben hatékonyabb védelmet kíván nyújtani a családon belüli erőszak áldozatainak a Maros megyei rendőrség. A következő hetekben az online vásárlásokban rejlő csapdákra is fokozottan figyelnek, hiszen számtalan panasz érkezik a bankkártya adatokkal való visszaélésről. Az első negyedévet értékelte ki sajtótájékoztató keretében a Maros megyei rendőrfelügyelőség. Az adatokból kitűnik, hogy az előző év azonos időszakához képest a családon belüli erőszak, illetve az informatikai csalások terén tapasztaltak jelentős növekedést. Március végéig 143 családon belüli erőszakos cselekményt regisztráltak a megyében, és 70 távoltartási végzést adtak ki. Mivel az áldozatok száma és a távoltartási végzést megszegők száma is folyamatosan növekszik, a rendőrség új intézkedéseket vezet be a hatékonyabb védelem érdekében, magyarázta a közrendvédelmi osztály vezetője. Maros megye az első 3 megye között van az országban, ahol elindítunk egy kísérleti projektet, mely szerint az agresszorok elektronikus karkötőt fognak viselni, és amely a családon belüli erőszak áldozatainak védelmét hivatott biztosítani. Tehát idén ősztől, azaz októbertől kezdve megyénkben elektronikus karkötőket fognak használni azok, akiket távolságtartásra köteleztek. Ugyancsak nagyobb hangsúlyt fektetnek az online csalások megelőzésére, tájékoztatott a bűnözés elemzési és bűnmegelőzési főosztály vezetője.
Az internetes csalások a járvány miatt szaporodtak meg, egyre többen próbálják mások pénzét, személyes adatait megkaparintani. A rendőrség figyelemfelkeltő kampányt indított, elsősorban a középkorú és idősebb lakosságot figyelmeztetik, hogy milyen veszélyekkel járhat az online vásárlás. Ne konfrontam se icsko... Ezen a területen is szembesülnünk kell az információ vagy az oktatás hiányával. Mindannyian hozzáférünk a fizetőeszközökhöz, mindannyian hozzáférünk az internethez, de nem sokan vagyunk tájékozottak a biztonságos online vásárlásról, ezért nagyon könnyű megkörnyékezni valakit, aki tájékozatlan az online térben. Maros megyében idén már 53 esetben jelentették a rendőrségen, hogy online csalás áldozataivá váltak, ez pedig a továbbiak meg kell akadályozni, mondta. Kolozsvárra látogatott Vasile Dâncu, Románia védelmi minisztere. Látogatásának két főállomása volt, a menekültek számára kialakított segélyközpont, illetve egy karitatív foci mérkőzés az ukrajnaiak megsegítésére. Vasile Dâncu védelmi miniszter Kolozsvárra látogatott. Ennek célja elsődlegesen két esemény volt. Felavatták a segélyközpontot, amelyet a CFR Kolozsvári Klub támogatóinak és munkatársainak kezdeményezésével és segítségével hoztak létre. A központ a Granata Hotelben létesült, és 80 ukrán menekültnek ad jelenleg otthont. Az avatást követően barátságos mérkőzés zajlott a kolozsvári CFR és a kijevi Dinamo között. Szerintem az esemény által is az ukrajnai barátaink mellé állunk, akik jelenleg borzasztó pillanatokat élnek meg. Úgy érezzük, hogy a feltámadás ünnepének különleges jelentősége van jelenleg, mivel a béke jegyében harcolnak. A mérkőzés jótékony célokat szolgált, a veszélyben élő ukrajnaiak megsegítésére gyűjtöttek. Örvendeztető a nagy érdeklődés, azt mutatja, hogy a román nép képes az összefogásra, tette hozzá a miniszter. 1425 fát ültetnek idén tavasszal Kolozsváron. Ez a szám a tervek szerint tovább nő, 100 000 nagyméretű fát terveznek 2030-ig elültetni. Kolozsváron megkezdődött a zöld offenzíva, jelentette be közösségi oldalain a város polgármestere Emil Bock. Megtudtuk, idén tavasszal 1425 nagyméretű lombkoronát kialakító fát ültetnek el, 2030-ig pedig 100 000 további ilyen fa ültetését tervezik. Még az elmúlt évben elfogadta az önkormányzat, hogy sokkal zöldebb, tisztább, környezetbarátabb Kolozsvárt fogunk mindenünk számára kialakítani. Ennek a tervnek egyik része, hogy mindegy 100 000 fát fognak ültetni. Elsősorban a lakónegyedekre koncentrálnak, de ezzel párhuzamosan szeretnének minél több parkot és zöld játszóteret kialakítani, tette hozzá. A polgármester továbbá azt ígérte, hogy a várost 240 000 tő virággal díszítik, illetve 1300 cserjét ültetnek el az iskolaudvarokon. A tervek szerint a lebontott garázsok helyén szintén zöldövezeteket alakítanak ki. A Zöld Kolozsvár program keretein belül további parkokat hoznak létre. A legaktuálisabb projekt az Íris telepi 21 hektáros ifjúsági park, amelyet nemrégiben adtak át a lakosságnak. Ismét győzött a Sepsió SK, sporttal folytatjuk. Kettő egyre megnyerte a labdarúgó Románia kupa elődöntőjének első menetét a Krajovai Univerzitátja ellen a sepsiszentgyörgyi Sepsió SK. A visszavágót május 10-12-e között rendezik Krajován. Fergeteges hangulatban győzte le a sepsiszentgyörgyi Sepsió SK a Krajovai Univerzitátját a labdarúgó Románia kupa elődöntőjének első menetében. A sikerhez a közönség biztatása jelentős mértékben hozzájárult, fogalmazta meg a játékosok véleményét is a klub tulajdonos Diószegi László. Büszke vagyok a csapatomra, büszke vagyok erre 6500 szurkolóra, ez egy nézőcsúcs sepsiszentgyörgyön. Őszintén mondom, könnyekkel a szemembe kell azt mondjam, hogy köszönöm. Úgy a szurkolóknak, mind a csapatnak, egy nagyszerű mérkőzésen vagyunk túl, talán
a döntő is látszik. A házigazda csapat először a 15. percben egy jobboldali barbut szóló után talált be a befejező ember szerepében Stefanescuval. A mérkőzés azonban nyitott maradt, és Krajova a második félidőben egyenlített a Gustavo műesése után megítélt büntetőből. Az OSK nem omlott azonban össze, és a 87. percben egy mintaszerű ellentámadás végén Golovka megszerezte a győztes találatot. Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, hisz, ahogy mindenki tudja, a Krajova három fontos mérkőzés nyert meg a felsőházban, de nagyon jól készültünk mi ezen a héten, és az első forduló sikerült megnyerni, de egy nagyon nehéz visszavágó fog ránk várni ott Krajovan, teli stadionnal, de mi fel kell legyünk készülve mindenre, és nem szabad innen elszalasztani a döntőt. Mindkét csapat kinyilvánított célkitűzése a serleg elhódítása. A sepsiszentgyörgyi siker annál figyelemre méltóbb, hogy Krajova az utóbbi három bajnoki mérkőzését meggyőző fölénnyel nyerte. Ez volt a híradó. Kollégeim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!